Ismét kordonokkal zárták el a rózsakerti lakótelep egyik legforgalmasabb közterét. A helyreállítási munkálatokról Karsai Ferenc polgármester adott tájékoztatást. 2017 végén, tehát szeptember-októberében fejezték be, idézőjelbe, itt a új közterület kialakítását, és ez olyan gyatra minőségben sikerült, hogy elfogadhatatlan volt a munka. Akkor egy jó darabig megpróbáltuk a kivitelezőt rávenni, hogy javítsa ki, amit elrontott. Ezt sajnos nem sikerült elérnünk, ezért azt a megoldást voltam kénytelen választani, hogy nem fizettük ki a munkájuknak egy jelentős részét, és ennyi idő kellett ahhoz még a kötelező közbeszerzéssel, pályázati kiírással kiválasztottunk egy új kivitelezőt, aki most újra elvégzi ezt a munkát tisztességesen. Tudom, hogy kellemetlenség, viszont nagyon más lehetőség nem volt előttünk, hiszen vagy átveszünk egy értékelhetetlenül gyenge minőségi munkát, vagy újra kezdjük. Ez utóbbit választottuk az itt élők érdekében is. Próbáltuk az előző építkezés tanulságait levonni, és ezért biztosítjuk az átjárást a rózsakerti iskola előtt. Ez teszi lehetővé, hogy a lakótelep déli részén élők a központi rész felé, ahol az üzletek vannak, illetve az iskola bejáratához kerülő nélkül eljussanak. Sokkal jobbak lesznek a körülmények, a kellemetlenségen túl leszünk, és a részletekről, hogy mikor mi fog elkészülni, egy szórólapban fogjuk értesíteni a környéken élőket, minden postalátába eljuttatjuk a határidőket, meg az elvégzendő munkákat. Sajnos nagy munkák lesznek. Ez, ami most zajlik itt mögöttem, a iskola melletti térkőburkolat újrarakás, ez a legkevesebb, hiszen új útburkolatokat kell kialakítani, föl kell marni a régit, lerakni az újat, szegélyeket, és millió más olyan munkát elvégezni, amit nem nulláról, hanem mínuszról kell elkezdeni. Én döntésem, vállalom a felelősséget érte, és elnézést kérek az előző kivitelező nevében. Tényleg abban reménykedem, hogy mindenkinek jobb lesz a végére.